A festmény és fénykép rokonsága. Művészetről akkor beszélhetünk, ha egy korábban nem létező alkotást szemlélünk. A művészi alkotás a létrehozójához hasonló. Egyedi, megismételhetetlen. Míg a tudományos eredmény mérhető, addig a művészetet nem lehet értékskálán feltüntetni, kimutatni. A különböző művészi irányzatok a formavilág tükröződései. A változó emberi ízlés, ráérzés síkján bontakoznak ki. A portréfestő művész nem elégszik meg a külső hasonlóság visszaadásával, a felület ábrázolás hűségével, hanem jellemfestésre is vállalkozik. Az arckép az ábrázolt személy külsejének nem egyetlen pillanatában rögzített mását adja, mint a fénykép, hanem az illető testi-lelki tulajdonságait is sejteti. A szemlélő, mint egy belelát az ábrázolt személy lelkébe. Michelangelo-ról írták, a mester lelket lehelt a hideg márványba, és remek műve befejeztével ezt mondta. Mózes, szólaj meg! A művészet fenkölt önemésztő hivatás. Az ecset és tollforgatás kissé hasonlít egymásra. Mindkettő folytonos kihívást jelent. Mind a művész, mind a versíró gyakran átéli, hogy próbálkozásaiban a lélek hevülete kövületté merevedik, amit menten megsemmisít. A papírkosarak a megmondói, hogy az alkotás lázában mi minden ment végbe a remek mű létrejötte előtt. A művészet lényegét sokféleképpen magyarázzák. Egyesek az ember utánzó, játékos ösztönéből származtatják, mások viszont ezt elutasítják. Plátonra hivatkoznak, aki a szép ős forrását az eszmék világában vélte felfedezni. Az ember művészetében van valami, ami a természet szépségéből hiányzik. A lélek, a szellem, az isteni szikra. A művész a természet szépségeinek ábrázolásába belopja önmagát. A természet tele van csodával, de legtöbb ember elmegy mellettük. Hiányzik belőlük a rácsodálkozás képessége. Minden művészi alkotás magva, valami átélt jelenség, benyomás, ami megérinti a művész lelkét, ami arra készteti, hogy élményét külső formában is kifejezze. Ezt a lelki állapotot ismerjük. Amikor a hegycsúcson kitárulkozik előttünk a táj, a látvány lenyűgöz, hirtelen nem találunk szavakat. A művész is csodálkozik, de ő abban különbözik tőlünk, hogy képes élményét formába önteni. A látottak bennünk is élnek, csak nem tudjuk kifejezni, megörökíteni. És lám a művész helyettünk nyilatkoztatja ki a víziót. A festészet költészet is. A festészetben a szavak helyett a formák, színek, vonalak szólaltatják meg érzelmeinket. A természet elemei csak szimbolikus szerepet kapnak a művészi alkotásban, mert a mester átírással, az elvonatkoztatás képességével egyéni módon fejezi ki mondani valóját. A felcsillanó fények, színek, formák hatása alá kerülve, a szakmai ismeret bravúrját szemlélve felfedezzük a szépet. A festészet mellett a fényképezés sem szabad a művészet világából száműzni. Noha sokak szerint a fénykép a valóságnak csupán másolata. A művészi fényképkiállítások mást sugalnak. Nem igaz, hogy a fénykép csak azt rögzíti, amit mindenki láthat, és a fényképezésnek legfeljebb csak pillanatnyi emléket megőrző szerepe lehet. Gondoljuk meg! Mennyire felszínesek a környezetünkről alkotott benyomásaink. A gyermek tágra nyílt szemmel megcsodál egy érdekes látványt, egy apró bogárral hosszú időn át képes elszórakozni, míg a felnőtt egy-kettőre nevén nevezi a tárgyat, jelenséget, és többé már nem arra figyel, amit látott, hanem beéri azzal, amit tud róla. Az értelem, a rutin rátelepszik a látványra. A fényképész művészi megközelítése abban rejlik, hogy megállít egy látvány előtt. Egy arc ráncainak szövevényét, egy kopja farostjait, egy omladozó fal vakolatrepedéseit tárja elénk, vagy egy kézírás textúráját helyezi a megfigyelés középpontjába. Ez hát az ember, kérdezzük egy-egy arckép előtt, és elsősorban nem a fotó hitelessége foglalkoztat, hanem az emberi arc, az egyetlen, a megismételhetetlen, ami szemléletünk feltárulkozásának ünnepi fénye. A fotoművész a látvány pontosabb megragadása érdekében ráirányítja a figyelmet arra a kevésre, de lényegesre, ami igazi mondani valója, üzenete. Alázat és teremtőlelemény, a kettő egymást áthatva, beteljesítve minden igaz művészet alfája és omegája, ami a művészi fényképezésnek is lehetősége. A kiállított művészi fotók nem csak a gyermekkori ámulat boldog perceihez vezetnek vissza, hanem azt is megmutatják, hogy a kövek repedéseiben az arc ráncaiban, a fák ágainak játékos rostjaiban, változatosságaiban az ezerarcú természet tárja fel szépségét. Ezt sejtetik a névtelen falusi mesterek is, akik személyes mondandók helyett feszületeket, fejfákat, díszkapukat faragnak, hogy kifejezzék, az ember egyszerűségében is szépre vágyik.